Épp gyakorlati órán vesznek részt a Tolna megyei szakképzési centrum Magyar László szakképzőiskola gépész tanulói. Az intézmény egyik jelentős képzési irányát a gépészet ágazat jelenti, ami talán annak is köszönhető, hogy az iskola vezetése figyelemmel követi a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, és arra törekszik, hogy diákjaik a szakmaszerzés után lakóhelyükhöz közel is találhassanak munkahelyet. Dunaföldváron és környékén mindig szükség volt gépész szakemberekre, ezért a szerkezet, lakatos és a hegesztő szakmai oktatás évek óta az iskola profiljának a része. Slámer Gergő 10. évfolyamba jár. Elmondta, hogy nagyon tetszik neki, hogy az osztály, ahol tanul, kis létszámú, így a tanárok sokkal több figyelmet tudnak szentelni egy-egy diákra, jobban tudják segíteni őket a szakma elsajátításában. Igazán a gyakorlatai az nagyszerű, mindenben segítenek, próbálnak felkészíteni minket az önálló munkára, hogy megálljuk a helyünket. Gergő azt is elmondta, hogy a gyakorlati helyen is jól érzi magát, minden segítséget megkap ahhoz, hogy a szakmát minél hatékonyabban el tudja sajátítani. Igazán maga megadnak mindig valami elemet, vagy meg kell csinálni adott embereknek tárgyat, például kerítést, oszlopokat, amiket le tudnak ásni. Slámer István, Gergő édesapja elmondta, hogy az iskola választáskor két komoly érvet vettek figyelembe. Az egyik az volt, hogy a suli helyben van, hiszen ők is Dunaföldváron élnek, illetve hogy az intézménynek nagyon jó híre van. Tulajdonképpen, amikor elindították ezt a fajta továbbtanulási lehetőséget, akkor nem is gondolkodtunk másba, hisz ismerjük a helyi tanárokat, az oktatókat. Nyilván megkönnyíti a gyereknek az odajutását, az érkezését biztonságba, és a gyermek is jobban lát, ha közelbe marad igazából. Gergő édesapja azt is hozzátette, mivel ő is szerkezetlakatosként dolgozik, örül annak, hogy a fiát is érdekli a szakma, és szívesen tanul tovább ebben az irányban. Ugye nyilván az én szakmai hátterem vagy világom tulajdonképpen késztette is ugye ennek a folytatására, aminek én örülök is tulajdonképpen, mert így ugye most egy picit az oktatásban, hát nem is picit, elég nagy nehézségek merültek fel ugye ebbe a mostani kialakult világba, pandémiába, és így azért nekem sokkal egyszerűbb volt a dolgom, hogy őt tudjam úgymond tanítani, oktatni, egy picit vinni ebbe a világba, és őnek is megtetszett, tulajdonképpen ügyes is, tehát maga kézügyessége és a gondolatvilága is ugye elfelé vitte, és lehetőségünk lett ugye így az iskolába tovább tanulni, és én azt gondolom, hogy ez így szerintem teljesen jó. A mai világban a kétkezű emberre szükség van. Tehát efféle szakmai irányokra, mint például akár egy szerkezetlakatos, egy hegesztő, egy gépész, egy asztalos, vagy ezek mindenféleképpen mindig kellenek. Másik része az, hogy én földvári malomba dolgozom, és ez egy nagyon-nagyon szép szakma. Tehát akár gépészetileg, akár egy lakatos szempontból hegeszteni, fémmel dolgozó, vagy egyéb más dolgokkal. Meg lehet tanulni, meg lehet szeretni, sőt meg kell szeretni, és meg kell tanulni. Németné Mártól Renáta igazgató beszélt arról, hogy a pedagógusok számára is sokkal könnyebb az idei tanévben a jelenléti oktatással tanítani a gyerekeket, mint az elmúlt két évben, amikor online kellett tanítani a diákokat. Elég mozgalmasan telik a tanév, azt gondolom, hogy két nagyjából majdnem egész évet átölelő online oktatás után azt, hogy most jelenléti oktatásban tudjuk folytatni, az elég mozgalmassá is teszi az évünket, és ennek nagyon is örülünk, mert azt gondolom, hogy a tanulóink számára az, hogy itt vannak, jelen vannak az iskolában, ez mindenképpen egy előny, hiszen nagyon gyakorlatorientált a képzésünk. Az új 9. osztálynak azért nagy váltás volt, azt gondolom, a 8. osztály után ez a másfajta képzés, hiszen projektoktatással megyünk, furcsa volt nekik először megszokni talán ezt a közeget, de azt gondolom, hogy azzal, hogy kis létszámban vagyunk itt ebben az iskolában, és kis csoportban tudunk velük foglalkozni, ezen a változáson elég könnyen át tudtuk őket segíteni, látni rajtuk, hogy szívesen vesznek részt a gyakorlati képzéseken, tehát sokkal motiváltabbak azokon az órákon, azokon a foglalkozásokon, ahol gyakorlati tevékenység folyik, mint mondjuk egy közismereti órán, úgyhogy ez, hogy a szakmai oktatás komplexen, projektoktatás keretében zajlik, ez egy pozitívum. Nem csak a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok jelentkezhetnek ezekre a szakmai oktatásokra, hiszen a részvételre felnőtteknek is van módjuk. 25 éves korig akár tanulói jogviszonyban, a fölött pedig felnőtt képzési keretek között. A tanulók oktatása az intézmény jól felszerelt tanműhelyében, majd duális képzés keretében vállalkozásoknál történik.